Két idegenbeli meccsen szerzett egy ponttal a tarsójában érkezett az egyik bajnok esélyeshez, a Kisváda Mastergood, azzal a céllal, hogy legalább egy ponttal gazdagodjon Mezőkövesden. A találkozó képéből aztán nem derült ki, hogy melyik csapat hajt a feljutásra és melyik az újonc, a várdaiak ugyanis gyakorlatilag végiguralták az Erős Gábor góljával 1-0-ra megnyert mérkőzést. Sós Imre vezetőedző szerint csapata teljesen megérdemelten jutott a 3 ponthoz. A mérkőzés összképét tekintve ugye az első 10 perc volt körülbelül az, ami azt mondom, hogy egy ilyen kiegyenlített játékot hozott. Utána viszont magabiztosan játszott a csapat, tehát tényleg le a kalappal a srácok előtt, mert olyan futballt mutattak be, ami ebbe a szezonban szerintem először volt látható a csapatomtól. De onnantól kezdve folyamatosan mi irányítottuk a játékot. A gól után is még voltak, meg a gólt megelőzően is több olyan helyzetünk volt a mérkőzés folyamán, amelyből lehetett volna előnyt szerezni, akkor még a kapus több esetben bravúra védett, de nyilván aztán ez akkor tudatosult, amikor végre lett a meccsnek, hogy ezt a mérkőzést hozta a csapat. A szakvezető szerint a Mezőkövesden elért győzelemnek a 3 pont megszerzésén túl is lesz hozadéka. Önbizalmat kell, hogy adjon, hiszen az elmúlt 2 fordulóban azért azt tudom most már mondani, hogy valamilyen szinten a csapatnak a jelentős része kialakult, és magabiztos játékot mutattak a játékosaim. Mindenféleképpen ennek pozitívan kell majd lecsengeni, nyilván a földön kell maradnunk, hiszen még azért hátra van 6 forduló az őszi szezonból, de én nagyon bízom benne, hogy ez adhat egy olyan lendületet, amellyel oda kerülhet a csapat, ahova én várom. A forduló további eredményei: Vác-Gyirmót 0-1, Budaörs-Soroksár 2-1, Balmazújváros-Csákvár 4-1, Sziget-Szentmiklós-Ajka 2-0, Siófok-Sopron 0-2, Zalaegerszeg-Szolnok 1-0 és Dunaújváros-Szeged 1-0. A tabella élén a 20 pontos Gyirmót áll megelőzve a 19 pontos Zalaegerszeget. A 14 pontos Kisvárda a 6. helyet foglalja el. A hétvégén nem rendeznek fordulót az MB2-ben, a várdaiak szombaton Debrecenben játszanak felkészülési meccset, majd október 14-én, szerdán, Magyar Kupa mérkőzésen a Békés Csabát fogadja Sós Imre együttese.